bírom el. Én sem bírom el, basszus, tehát. Jó, de én gyenge vagyok. Sziasztok, Matilda vagyok, a mai videó pedig a januári összegzésem. A borítókép becsapós, mert a borítókép alapján azt hihetné az ember, hogy csak egy könyvet olvastam el. Ez nem igaz, mert egyetlen egy könyvet olvastam el, ami megvan. Fizikai példányban. Amúgy ez se igaz, mert kettőt olvastam el, ami fizikai példányú volt, de az egyiket lenyúlták időközben, úgyhogy azt majd csak bevágom. Összesen januárban 11 könyvet olvastam, ami nagyon sok. Az átlag 4-5 könyvemhez képest főleg. Az hiszem a rekordom egy hónapban 12 könyv, és az ilyen mesekönyvekkel volt meg tavaly előtt, decemberben? Talán. Jó, hát most is vannak ilyen képregények, meg ilyenek köztük, de akkor is alapjába véve sok. Ez még nekem is. Úgyhogy ez legalább ad egy kis önbizalmat, hogy hát ha a fantasy február TBR-omat teljesíteni tudom. Na de akkor nézzük is, hogy milyen könyveket olvastam, illetőleg, hogy mik voltak ezek, és miért értékeltem őket, mert nagyon sok van, úgyhogy ez most gyanítom hosszabb videó lesz. Az első könyvek, amiket olvastam, azokat most így egy kalap alá veszem, ez ugyanis 3 darab Wings of Fire rész volt, szinte egymás után olvasva, hallgatva, mert ezeket hangos könyvként hallgattam. Az első volt a The Lost Heir, a második volt a The Hidden Kingdom, és a harmadik volt a The Dark Secret. Ez a Wings of Fire sorozat második, harmadik és negyedik része, és most kezdtem el az ötödik részét. Mire ez a videó kimegy, hát lehet be is fejezem. A helyzet az, hogy annyira belemerültem jelenleg ebbe a sorozatba, hogy konkrétan úgy hallgattam ki ezt a 3 hangos könyvet, hogy végig itthon voltam, és inkább nem csináltam semmit, csak így ültem a gép előtt, és így hallgattam, mert annyira jók. Egyébként felvettem már hozzájuk a barangolás Amerikában venezuelai részét, előbb, mint ahogy ezt az összegzést felveszem, de később fog kimenni az a videó, mint ez. Úgyhogy előbb-utóbb föl lesz róla külön egy videó. Előbb-utóbb. De fantasztikus, imádom, sárkányos, de abban majd többet fogok róla beszélni, úgyhogy ezt most átugorjuk. A következő könyv, amit befejeztem, az a januári BookTube könyvklub egyik közös könyve volt. Én ebben a hónapban, azaz januárban a BookTube könyvklubbal Liba Bray-től a Diviners, a Látók című könyvet olvastam. Amúgy jó volt, de nagyon hosszú, és erről Esztin csatornáján, a Books Flying Around csatornán van egy közös kibeszélünk, az nem is olyan régen volt, mire kimegy ez a videó, addigra már mondjuk régebben, de mindegy, azt ide belinkelem, ott majdnem másfél órán keresztül megvitatjuk a könyvet, spoileresen és spoilermentesen. És valahogy úgy fogalmaztunk a végére, hogy ez a könyv hosszú volt, és sok minden történt benne, ugyanakkor nagyon kevés minden történt benne. Egy paradoxon, tudom, de ez egy eléggé érdekes eset volt ez a könyv. Igazából akarom folytatni a sorozatot, mert érdekel, mert elég sok mindennek a folytatásához lefektettük az alapokat ebben a könyvben, de nagyon hosszúak ezek a könyvek. És nem biztos, hogy fel vagyok rá készülve, majd előbb-utóbb szerintem fogom folytatni. Nem most, és nem a fantasy február alatt, mert azt már nem bírnám kapacitásügyileg. A következő ötödik könyv, amit kiolvastam, az Sütő Fannitól a Csudapest világvége. Ez egy ilyen novellás per verses kötet volt, és egyébként ehhez úgy jutottam el, hogy még Evelyn tette egyszer ki, most nem tudom, hogy moly.hu-ra, vagy a közösségi oldalra YouTube-on, vagy mindkettőre. Mindegy, kitette, hogy ingyenesen letölthető elkönyv ez, és nem tudom, egy hónappal azután kaptam meg az elkönyv olvasómat, és ki akartam próbálni egyrészt, hogy ugye ez hogy működik, maga a kis olvasó, és letöltöttem ezt az elkönyvet, és rátettem az elkönyv olvasóra, és akkor tudtam nézegetni, hogy ez hogyan is néz ki. És igen, el is olvastam a könyvet most januárban. Nem egy hosszú könyv, viszont nagyon érdekes novellák vannak benne, ilyen mágikus realizmus per fantasy novellák, meg versek, és
tök jó volt, mert amúgy nem tudtam, mire számítsak ettől, mert igazából tényleg csak így letöltöttem, mert így láttam, hogy oké, ingyenesen letölthető a könyv, akkor megnézzük, hogy milyen. És teljesen nem is azt mondom, hogy pozitív csalódás volt, mert így nem voltak külön elvárásaim. De amúgy voltak benne nagyon jó novellák, amik nagyon tetszettek, úgyhogy abszolút piros pont. A következő könyv, ami fel van nekem írva, az szerintem abszolút 2021 legnagyobb csalódása. És még csak január van. De gyorsan megtaláltam. A helyzet az, hogy ha bárki nézett engem 2018-ban, főleg március után, akkor én 0-24-ben minden második videóban kb. Elmondtam, hogy olvasatok Ready Player One-t Ernest Cline-tól. De komolyan, szerintem ezt körülbelül tényleg minden második videóban elmondtam, éves kedvenc is volt szerintem, évvége felé is minden videóba beletöltem, tényleg folyamat erről beszéltem, mert imádtam a könyvet, a film is tetszett, tök jó volt, és tavaly évvége felé talán kijött a második része, a Ready Player 2, angolul, még csak. Őszintén szkeptikus voltam, mert hogy hova lehet a Ready Player One-t folytatni? Megtudtam a választ, sehova. És igen, tudom, ezt itt megmondtad, hogy ez lesz, de én attól még próbáltam neki adni egy esélyt, jó? És nem. Cserbe hagyott. A Ready Player 2 egy akkora vacak könyv volt, és erre nem tudok most jobb kifejezést találni. A kb. 80%-ig úgy voltam vele, hogy ez egy 2 és 3 csillag között ingadozott végig, mert nagyon unalmas volt, nem történt benne semmi. Az egész sztori, hogy miért létezett számomra, egy rejtély volt, és amikor bedobott egy kis gyűrűkurát az író, akkor azt mondtam, hogy na jó, lehet megkapod a 3 csillagot, szentimentális okokból, és aztán az utolsó 10%-on hozott egy olyan végkimenetelt a sztorinak, amire azt mondtam, hogy nem, nagyon sok csúnya szó, 1 csillag. 1 csillagot adtam a Ready Player 2-nak, annyira rossz volt. 5 csillagos kedvencem volt a Ready Player One, a Ready Player 2 pedig egy szutyokláda volt. Főleg a vége. Figyeljetek! Én nem azt mondom, hogy ne olvassátok el. Nem azt mondom, hogy olvassátok el. Én azt mondom, hogy akkor fog tetszeni a Ready Player 2, ha az egész könyvnek a koncepciója és az a technikai újdonság, meg az a technológia, meg az a nem tudom, maga a sztoriban, amik történnek, azzal te egyet értesz, de én rohadtul hülyeségnek találtam az egészet, és nagyon sokat tudnék vitatkozni arról, hogy miért hülyeség az egész úgy, ahogy van. Úgyhogy nem. Tényleg, nem. Fúj. Én azt még el tudtam fogadni, hogy ugye van az Oasis, mindig rosszul mondom, mint virtuális valóság, abban lehet játszani, oké. De a Ready Player 2 túltolta a szekeret. Túl. És baromság az egész. Úgyhogy csalódott vagyok, de nem baj. Legalább rendelhetek majd a 2021 legrosszabb könyvei videómban. Evezzünk békésebb vizekre. Mivel a Ready Player 2 olvasása nagyon szenvedős volt, és borzalmasan utáltam, és unalmas volt, és alig haladtam, az egyetlen, amit el tudok mondani a javára, az tényleg az, hogy ugyanúgy gyorsan lehetett olvasni viszonylag magát a könyvet, de attól még nem telt el gyorsabban. Úgyhogy szintén Eszti elejtett egy ilyen mondatot a Discordos csoport valamelyik csatornáján, hogy van ez a csodálatosan elbűvölő aranyos képregény, a Heartstopper, amit én láttam sokszor, sok helyen, és érdekelt, és Eszti elejtette azt az információ morzsát, hogy egyébként van egy honlap, ami ilyen, hogy mondják azt, mindig elfelejtett, internetes képregény, ilyen, mint a Webtoons, meg a, tehát ilyen webkomik. Mert ugye ez, a Heartstopper ez ilyen webkomikként indult, tehát el lehet olvasni ingyenesen, és nem kell felkutatnom egy helyet a Book Depository helyettesítésként, ami kiszállít nekem jelenleg angol könyveket. Jó, elvileg a Book Depo is működik már. Na mindegy, úgyhogy feltrappoltam, és mondom, nekem kell valami cuki, elbűvölő, bájos, wholesome, mert nem tudok magyar szót mondani, valami jó kell nekem. Úgyhogy Heartstopper. Ez egyébként egy LMBTQ pluszos képregény, és technikailag ez most 3 könyvet nyomott bele a januári könyveimbe, mert ezt a webkomikot elkezdték kiadni könyvenként, vagy könyvként, és 3 kötet jelent meg eddig, és majd hamarosan jelenik meg a 4. kötet. Én odáig olvastam az interneten magát a
képregényt, ameddig a könyvek ki vannak adva, úgyhogy majd folytatom, hogyha megvesz a negyedik kötet is, és fönt lesz hozzá a többi, meg majd belinkelem, hogyha más is el szeretné olvasni. De egyébként olyan szépek ezek a könyvek, és olyan szépen vannak illusztrálva, hogy annyira meg szeretném őket venni. Majd egyszer. Erről a sorozatról azt tudom elmondani, vagy hát erről a képregényről, hogy írtó cuki, írtó aranyos, és tudjátok mi a legjobb, hogy romantikus, de nem olyan egészséges kapcsolatokat ábrázol, ami kincs. Tehát a két főszereplő, amikor konfliktus van, nem azt csinálják, hogy hisztiznek és drámáznak egymással, hanem leülnek és beszélgetnek. És ez olyan kevés könyvben van jelen, és olyan jó, amikor valahol ezt látja az ember, hogy nem az, amíg a száz oldal, hogy ők valami hülyeség miatt, valami szutyok kis probléma miatt problémáznak egymással, hanem beszélnek, megbeszélik, és utána szent a béke. Olyan jó ezt látni, tényleg. És ez egész képregény olyan holszám. És ezt, hogyha valaki erre tud egyébként egy jó magyar szót, akkor kisegíthet, mert én erre nem tudok megfelelő szinonimát találni magyarul. De cuki, bájos, egészséges kapcsolatokkal van tele, olvassátok. Angolul van csak, de aki érti, az olvassa. Nem egy bonyolult nyelvezetű, imád. Tehát annyira jó volt. Annyira jó volt olvasni ezeket a köteteket. Na, végre tudok mutatni nektek egy könyvet! 10. könyv, amit elolvastam a hónapban, az Beatrix Potter összes meséje, Nyúl Péter és barátai. Ez ugye a összes mese egy kötetben. Hát ezt valamikor tavaly vették anyáik, még mielőtt megszületett az unokahúgom. Aztán anya most már rájött, hogy ez egy gyereknek túl nehéz, de hát mindegy. A lényeg az, hogy ugye ebben ilyen rövid kis mesék vannak, meg most van a Nyúl Péterből film is. Ez egyébként egy nagyon szép kötet, tehát az írónő nagyon szépeket tudott illusztrálni, nagyon-nagyon jól néznek ki az illusztrációk, nekem nagyon tetszenek, meg az egész kötetnek a kivitelezése is. Nézzetek meg, van benne térkép. Szóval ez egy nagyon szép kötet. A mesék kapcsán voltak rövidebbek, hosszabbak, voltak, amik jobban tetszettek, voltak, amik kevésbé. Főleg a végén volt egy hosszabb mese, az mondjuk nekem nagyon nem tetszett, de összességében amúgy szerintem egy teljesen jó kötetecske. Tehát ilyen tényleg gyerekeknek felolvasni belőle teljesen jó, mivel tényleg egy baromi nehéz könyvről van szó, hogy kisgyerek kezébe azért annyira nem lehet adni, mert nem is bír már. Na mindegy, szóval ez volt a 10. könyv, ezt is a Ready Player mellett kezdtem el, mert tényleg annyira borzasztóan untam, hogy muszáj volt valami mást olvasni. Ami nem túl megterhelő, és mivel ez egy mesekönyv, ez nem volt túl megterhelő. Az utolsó könyv pedig a 11., amit elolvastam januárban, az Neil Gaiman-től volt a Coraline, és ezt is egyébként tudnám mutatni, csak mégse tudom. Na most, hogyha valaki kicsit régebb óta követi a csatornát, és mondjuk látta, amikor olvastam a Csillagport és a Sosehol, az tudja, hogy Neil Gaiman-nel hadilában állok. Ugyanis a Csillagpor nekem nem tetszett, pedig a filmet nagyon szeretem, de pont az volt a problémám, hogy a film sokkal bájosabb volt, mint a könyv. Úgyhogy a Csillagpornál bármikor a filmet választom a könyv helyett. A Sosehol pedig igazából jó volt, de fura, és szerintem én az a kategória vagyok, aki soha nem fogja úgy igazán szeretni Neil Gaiman-t. A Coraline egy ilyen rövidebb, horrorisztikusabb történet, én egyébként belőle nem láttam szerintem a filmet, de elárulom, miután elolvastam a könyvet, direkt fönnmaradtam sokáig, hogy befejezzem a könyvet, mert másnapnál nem tudtam volna, de ilyen 40 oldalon volt hátra a 160 oldalas könyvből, és akkor mondom, most nem játsszuk el, hogy másnap reggel fejezem be. És a helyzet az, hogy amikor már mindenki lefeküdt a házban, és sötét van, és te így mosod a fogadat, és így a Coraline végén már elolvastad, akkor az egy kicsit úgy fél az ember, hogy egy kéz elő fog szaladni az ágy alól, úgyhogy egy kicsit para volt. Egyébként a Coraline tetszett, tehát szerintem jobban tetszett, mint a Sosehol is. A Sosehol is érdekes volt, de a Coraline szerintem jobb volt. Tehát egy rövid könyvről beszélünk, de amúgy meg teljesen jó volt, egyben volt, tetszett. De Neil Gaiman még mindig nem győzött meg. Nem tudom. Szerintem Neil Gaiman tipikusan egy olyan író, hogy vagy imádod, vagy nem. És én egyszerűen nem tudom eldönteni, tehát hogy nem érzek olyan kifejezett
izgatottságot, hogy még több Neil Gaiman könyvet olvassak. Nem is utálom, de hogy így nem tudom, így nem tudom hova tenni. Valószínűleg még egyszer-kétszer úgyis megpróbálkozok vele. De hát nem tudom. Nem mindegy, de amúgy a Coraline tényleg tetszett. Szóval ja, amúgy olvassátok. Tényleg, egyébként tényleg ijesztő könyv. Tehát ezt meghagyom. Utána, sötétben kifejezetten féltem. Egyedül a szobámban. Én ezeket a könyveket fejeztem be sikeresen januárban, kommentben pedig írjátok meg, hogy ti milyen könyveket olvastatok ki a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!